Jó estét kívánok! Hát most már szinte 24 órája minket, legalábbis újságírókat lázban tart egy nyilatkozatháború, ami kialakult Andy Vajna és Simics Kalajos között, illetve az ő érdekeltségei között, és a legfrissebb híre ennek a szópárbajnak az Simon Zsolt és Yvonne Dedrick nyilatkozata a tények.hu-nak, ahol azt mondták, hogy jelenleg is az ő tulajdonukban a TV2, ahogy eddig is, és az október 15-én bejelentett tranzakció lezárásai ügyvezetőként is megszokott normál üzemmódban működnek, és azt is mondták, hogy nem értik, hogy miért vesz bárki komolyan eféle fantazmogóriákat, mármint hogy Simics Kalajos cége megvette volna a TV2-t, birtokoló céget. Hát megkérdezem Csintalan Sándort, hogy ő komolyan veszi ezt a fantazmogóriát, vagyis hogy mit szól ez az egész nyilatkozatháborúhoz? Hát én személy szerint komolyan veszem, bár az ügyi részleteiről halvány fogalmam nincsen. Ha volna, se beszélnék róla nyilvánvalóan, hiszen az illetékesek beszéljenek a kompetenciájukba tartozó ügyekben. Ellenben, mint én is érdeklődő ember és médiával is foglalkozó ember, én komolyan veszem a bejelentést, mert a bejelentőt és azt a cégcsoportot, amelyeket a bejelentő képvisel, komolyan veszem az eddigi ténykedésük, munkásságuk alapján is. Úgyhogy bár vicces fiúk úgy egyébként, a Karcsinak is jó humora van, de azt gondolom, hogy ilyen dolgokkal az ember nem vitt el. Nekem az az érzésem, hogy itt valaki nagyon csúnyán benézett valamit. Melyik oldalon? Én nekem annak idején, hónapok óta egyébként, ugye mindig előkerül, amióta a Vajnáik arról beszélnek, hogy megveszik a TV2-t, laikus körökben is, és én ebben a szempontban abszolút laikus vagyok, felvetődött az a kérdés, hogy hát mi van a tulajdonosokkal? Hát mondom, laikus beszéd, hiszen a többség tudomása szerint, ami a sajtóban megjelent, tényszerűen, elvileg az a hír, hogy ugye ők a ProSiebenSat.hu hiteléből vásárolták ezt a... Ez az a bizonyos eladói hitel. Úgy van. Amennyi fogalmam nekem van, ráadásul volt, ugye nekem is defend, ugye, időnként kísérleteztem ezzel, azzal az embert tanulja, ha úgy tetszik, a piacgazdaságot. Ilyen esetben azért, amíg a tulajdonosi hozzájárulás nincs meg, hát erről a sajtó is cikkezett, csak senki nem figyelt oda rá, addig ez elég nehéz. Nem tudom, hogy ez így van, vagy nincs így, én Fonyó Károlyt komoly embernek gondolom, nem hiszem, hogy ezzel bárki viccelődne. Létezik olyan üzleti tranzakció, hogy valaki nem kér ki egy cég kivonatot arról a cégről, amit meg akar venni, és nem nézi meg, hogy azon a napon, amikor ő aláírna egy szerződést, ki a tulajdonosa annak a cégnek, amit ő el akar adni? Hát én bármit el tudok képzelni. A H-faktor, hogy is mondjam, a gazdagság, a képzettség, az nem mentesít a hülyeség és a farkasvakság elől adott esetben. Arra nem beszélve, hogy azok, akikről most itt beszélünk, különösképpen ugye Vajnáról és köréről, az elmúlt években lényegében abszolút sikeresnek gondolhatták magukat az elmúlt évek eredményeképpen. És van olyan, hogy az embernek elszáll az agya, és azt hiszi, hogy neki minden megy, és átsiklik valamin, vagy felületes, és nem elég precíz. Én ezt bőven el tudom képzelni. Nincsenek ők beoltva a hülyeség ellen. Hogyha Simics Kalajos irányából nézzük ezt a dolgot, és ugye most azt mondják a hírek, hogy ez egy opciós vásárlás volt, már régen lerakták ezért a pénzt, csak most lépett életbe az üzlet. Jó biznisznek tartja ezt a dolgot? Tehát, hogy megérte ez a nem tudom hány millió, milliárd forint? Megtisztel, hogy feltételez rólam azt, hogy is mondjam, bele tudom képzelni magam Simics Kalajos helyébe. Hát ő neki azért ennél több esze van, mint nekem. Nekem ez erőfeszítésbe fog tenni. Én azt gondolom, hogy igen. Részben azért két okból is. Tehát, hogyha én a helyben lennék ebben a dolgon, két okból is belemennék, főleg, hogyha tényleg meg is van rá a finanszírozásom. Egyik ok az, hogy kialakult Magyarországon egy olyan médiahelyzet, amiben azért legalább, ha valakinek van rá képessége és lehetősége, legalább azért mindenképpen arra törekedni kellene, hogy a kormányzati agitpropot valamilyen módon ellensúlyozza, és legyen valamiféle pluális nyilvánosság ebben az országban. És annak egy nagyon fontos feltétele az, hogy azért ne legyen minden az államé. Látjuk, hogy az állam mit művel a médiában. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, persze egy ilyen kis országban, és a kicsit most piaci értelemben mondom, és kis lélekszámú országban, én azt
gondolom, hogy persze kockázatos természetesen, hiszen a piac, ráadásul a piac egy jelentős része az államnak elég erősen, vagy a piaci szereplők egy jelentős része erősen ki van téve az állam befolyásának, és fél is az államtól látható módon, egy csomó példa van erre. Kockázatos, de hát hogy is mondjam, ha az embernek vannak elképzelései, víziói, elkötelezettsége bizonyos ügyek kapcsán, és tudom, és erről beszéltünk is már elég sokszor, hogy ennek a csoportnak, mindenekelőtt Csimicska Lajosnak elég erős demokratikus elkötelezettsége van, szerintem ez a legkevesebb, amit megtelt a hazáért. Ugye olyan hírek is felreppentek különböző sajtóorgánumokban, hogy Orbán Viktor novemberig a kongresszusig adott haladékot Habony Árpádnak és Endi Vajnának, hogy letegyék az alapjait ennek a bizonyos új kormány közeli média csoportnak. Hova sietnek? 2015 van, választás 2018. Hát, nézd, egyik dolog ugye az, hogy ha Orbán Viktor ránéz a közvéleménykutatásokra, akkor nagyon boldog lehet. Hiszen jól áll a szekere és a szénája a Fidesznek és a kormánypártnak, személy szerint ő neki is. Ha egyébként van a közelében, nem nagyon hiszem különben, hogy van ilyen, aki ebben a tekintetben őszintén beszél neki, ez az egész dögunalom, amit művelnek. Tehát hát a köztévétől, az új médiumokon keresztül, igen. Tehát az, ami médiaüzenetként, tartalomként megjelenik látványban, nagyon szép egyébként a köztévé, szó se róla, ilyen értelemben látszik rajta pénz, de az üzenetek katasztrofálisak. Ha egyszer olyan helyzet fog előállni, és lehet, hogy ebben az értelemben van veszélyérzete, hogy politikai kihívások, valóságos politikai kihívások érik, és nem csak a felhajtó erő fog működni, akkor nagyon nagy bajba lesz, mert ez a média hát úgy gyenge, most majdnem egy csúnyát mondtam, ahogy van. És erre jó lenne egy kereskedelmi média? Ők még mindig azt gondolják, hogy minél több, annál jobb, már hogy minél nagyobb a felület. Aha. De ez egyrészt kontraproduktív, másrészt én azért azt gondolom, hogy a felület növelése mögött azok a csoportok, azok a gyártócsoportok, azok a különböző műsorgyártó cégek, akik a klientúrába beletartoznak, azok számára ez egy nagyon fontos kifizetőhely is. Tehát ebből a szempontból is érdemes és fontos gyarapítani. Hát hova fogják tenni azt a sok állami pénzt, amit el akarnak osztani? Nyilvánvalóan a Hír TV-nek nem adják, az ATV-nek se adják. Muszáj egyfajta pluralitást produkálni, vagy legalábbis a pluralitás látszatát. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad. Én is köszönöm.